Lezárult az idei Highlights of Hungary, a legkiválóbb, legszeretnivalóbb és leginspirálóbb történetek szemléje. Idén Mohos Zsófia fotográfus Görbe Ország projektje, és Berend Ferenc Nótil gazdasága nyerte el az elismerést. Mind a ketten vendégeim itt a stúdióban. Szerbusztok, üdvözöllek benneteket! Köszönjük, Önök jól. Köszönjük, sziasztok! Ugye ez úgy zajlik, hogy a nagykövetek, akik többen is vannak, keresnek ilyen inspiráló történeteket, storikat, amik az ő szívükhöz közel áll. Ezek felkerülnek egy platformra, a Highlights of Hungary platformjára, és ott lehet a közönségnek szavazni, illetve a nagykövetek is választanak egy nyertest, akiket ők úgy gondolják, hogy a legjobb. A közönség szavazatot idén Zsófi nyert el, Feri pedig a, a nagykövetek díját kapta meg. Amíg zajlott a szavazás, addig ti ilyenkor néz Zitek, hogy mi történik, és ott számláljátok, hogy most akkor jaj, jaj vagy szóltok az ismerősöknek? Hát követni nem lehetett a szavazásnak az állását. Ez titkos? Uh, igen, uh -huh. ezt, ezt csak tényleg ott a diátadon tudtam meg én is, hogy hogy ez történt. Uh, viszont én azért megosztottam, megszólítottam azokat a közösségeket, ahol én megfordultam, és nagyon jól esett, hogy így ők maguktól is, az önkormányzatok, meg, meg tényleg azok a, az emberek, akikkel találkoztam, ők is továbbosztották a hírt, ennek a jelöltségnek a hírét, és nagyon a magukénak érezték ezt az egészet. Nálatok? Nálunk is a Facebook oldalon van egy saját oldalunk, a gazdaságunknak, illetve Kökény Attila, akinek van egy nagyobb talajmegújító gazdálkodásra foglalkozó Facebook oldala. Ő osztotta ezt meg, tehát ahogy Zsófi mondta, én nem tudtuk menet közben, hogy ez hogy van. Én nem is gondoltam arra, hogy nekünk lesz esélyünk. Tehát, Miért? Mivel, hogy ez olyan pici szegmens, szubkultúr, tehát már az agrárium is, és az agráriumban még jobban ez, amit mi csinálunk, az inkább negatív előjelű a fősodrodban. Éppen azért nem is gondoltam azt, hogy mi a, nagynevű nagy nevű indulók mellett labdába is tudunk rúgni, tehát engem is meglepetésként ért különben. Hát látszod is hogy ott az öltözékem, amikor ki kellett menni, hogy a feleségemet kérdezte meg Orsit, és hát most tényleg a mi nevünket mondták, tehát annyira jól el voltam, élveztem ott a díjkiosztót, tehát a nem gondoltam. Akkor, hogyha megengedi Zsófi, tudom, hogy a hölgyeket illik először megszólítani a történetükkel, de hogyha már, már, ő elkezdte mondani, hogy mennyire pici szegmens, és hogy, hogy ez egy gazdasági forma, akkor maradjunk nálad. Mesélj nekünk erről, jól mondtam egyáltalán, no till? Igen, igen. Jó. Hát az a nem művelése a talajnak, tehát hogy úgy termesztünk. Igazából a, a definíció az, hogy maximum 10%-át bolygatjuk, vagy zavarjuk a talajnak. Ez pont a vetéssel egy időben zajlik. Tehát, hogy a vetőgép, mint fizikai eszköz zavarja a talajt, de a sorok között nem csinálunk semmit a, a talajjal. Hagyjuk azt, hogy tudjon épülni. Ennek ez a lényege pont, hogy, hogy a talaj épülhet, nem zavarjuk. A mikrobiális környezet, az állatok földig iriszták a legjobb indikátorai, ennek felszaporodhatnak, tehát nem csinálunk folyamatosan minden évben egy földrengészerű forgatást, szántásra, vagy bármilyen grúberes eszközzel, tehát ez a forgatás nélküli mezőgazdaság, hanem hagyjuk, és ezt a tudományos eszközökkel próbáljuk terelgetni, hogy minél gyorsabban, amit eddig a 50-60 év alatt leromboltunk nagyüzemi gazdálkodással, azt próbáljuk megállítani, illetve vissza is fordítani. Tehát a, a talaj maga képes arra, hogy, hogy megújuljon évről évre, és növények termelődjenek benne? Tehát nem kell hozzá nyúlni? Hát több millió éven keresztül ezt tett a természetünk. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük meg a zárokpartot a szántóföld mellett az emberek, és akkor van egy ilyen amit mindenki golfütőnek nézett ott a Grimegdani fényképén, ami a Highlights of hungary is a, a bemutató képen volt. Tehát van egy egyszerű kis 10-12 mm átmérőjű rúd, és akkor azt kell bedugni, ki kell hegyezni, és be kell dugni a földbe, és az ember úgy is fogja érezni, hogy, hogy hol akad meg, hol van egy talp a talajban. És ez az árokban általában ott, ahol az ember nem bolygatja, nem jár rajta, azt nagyon könnyen el tudjuk uh, uh, nyomni lefelé a földbe 90-100 centin. A szántóföldeken ez 5 és 35 centi között általában. Nálunk ez azért elég jó, most már 80-90 centig le tud menni, és ezt mind a növények okozzák. A növények gyökereivel lazulnak, akkor hát biológiában most ez is pár éves, az a mikor híza, pár tíz év fedezték be fel azt, hogy a, növények alsóbrendű fejlettségű növényekkel kezdenek el kapcsolatot építeni, és olyan tápanyagokat tudnak mobilizálni, amit egyébként a növény nem tud felvenni. Mi a folyamat? Tehát hogyan kezdődik, hogyan zajlik ez a körforgás? Maga a nóti vagy igen. a természetben. Igen, hogy, hogy mondjuk ott volt a föld, amit te ah. megörököltél, megkaptál, vagy nem tudom. És akkor hogyan áll ennek neki az ember? Mi a folyamata? A tanulás. Tehát először nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy, hogy tanultam internetről, YouTube-ról hogy Amerikába, illetve egy nagyon jó enszes tanulmányt olvastam brazilokról, mivel mi is olyan szegények voltunk, mint a templom elgere vagy vagyunk és ezért sokkal jobban hasonlítottunk a brazilokhoz, mint a, az amerikaiakhoz, és sokkal több ö, 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 inspirációt kaptam tőlük, tehát mm -hmm. az, hogy használjuk a, az eszünket, és ne bemenjünk a bankba, és kérjünk pénzt, hogy vegyünk gépeket, amit majd utána úgy is átalakítunk, és ö, tehát először ez, ez a tanulás volt, és akkor utána a, a folyamat indult. Tehát egyre sekélyebben műveltünk, kényszer hatására szegények voltunk, nem volt pénzünk, és akkor az látszott, hogy egyre jobb eredményeket tudtunk elérni, és akkor már az ember azt az irányt ö, ö, tűzte ki a szem hogy akkor ebbe fogunk menni, és akkor a beruházásainkat is már arra próbáltuk. Ö, irányítani, hogy akkor ö, ezt az utat, hogyha mi ezt szeretnénk járni, akkor arra megfelelő eszközöket találjunk. De ez főleg nem gépeken múlik, hanem az embernek a, az agyán. És akkor ö, a konkrét példa az pedig az, hogy mondjuk egy gabona aratás, egy kalászos búza árpa, aratás után nyáron, akkor az ember nem nyúl hozzá a talajhoz, hanem elveti takaró növényel. És akkor minél változatosabb takarónövényt hozzon létre, minél több pillangóst, ami a légköri nitrogént legyőzi, vagy megköti, és beviszi a növényekhez, mire, hogy egy kis ígerelt talajt, ami nem kap semmit, tehát steril jó formán, mert a nagyüzemi gazdálkodás teszi, akkor a, ott, hogyha mikroorganizmusok elkezdenek szaporodni, ahhoz étel kell, tehát tápanyag, etetni kell őket, és az etetés az vagy műtrágyával történik, vagy pedig takaró növények által megkötött légkörű nitrogénnel. És ezért minél nagyobb arányba kell pillangos beletenni, akkor közben kell bolytos gyökérre is. Tehát igazából mi lemásoljuk azt, amit a, a pusztákon, a prérin, Minden. a réteken látunk, csak olyan a tudományt úgy visszük, vagy kérjük segítségét, hogy olyan keverékeket állítunk össze, vagy a, hogyha használunk növényvédőszert, olyan növényvédőszereket használunk, amik nem bántják annyira a mikroorganizmusokat, tehát a talai érezet, a rizoszférát, és akkor ez, ez, így elindul, és megy, és működik. És az embereknek annyi prekoncepció van a fejébe, meg amit tanultak is, tehát mert az általános iskolába beírják a tankönyvekbe, hogy szántani kell, mert az jó a talajnak. Tehát annyi ö, dolgot kap az ember az életében, hogy, hogy ö, furcsa neki elhinni azt, hogyha körbenézne a természetbe, akkor ugyanezt látná. Hát a, a változatosságot látjuk kint. Is. Szóval akkor ez a nótil no gazdálkodás, és téged valószínű, mindjárt visszatérünk hozzá, fura szerzetnek néztek ott a, a, környéken is, meg szerintem egyébként a gazdálkodók is, akik egyébként a, a nagy mezőgazdasági gépekben hisznek is a szántásban, a boronálásban, a tárcsázásban, stb. 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 Mindjárt visszatérünk erre téged mennyire tekintettek fura szerzetnek, és most odafordulok Mohos Zsófi a fotográfushoz, aki palócföldet járja, Görbeországot járja most már évek óta a fényképezőgépével. Azért nem könnyű az emberek bizalmába beférkőzni, úgyhogy az ember riportfotókat készítsen. Igen, hát ezért is szoktam mondani, hogy dokumentarista fotográfus vagyok, de igazából objektíven nem tudom fényképezni ezt a világot, mert nagyon szeretem és nagyon szépnek látom, és én Mindenáron az értékeset és a szépet próbálom ebből a világból megörökíteni. Hogyan ismerkedtél meg ezzel a világgal? Úgy, hogy a nagymamámnál nagyon sok időt töltöttem Nógrádban, egy Kisecset nevű faluban. Ez egy nagyon kicsi falu, csak 150-en laknak ott. És a nagymamámnak egy ilyen tipikus parasztháza van, se víz, se gáz nincs bevezetve, gáz a faluban sincs egyébként. Sőt, még térerő is, azt hiszem, hogy csak hat éve van a faluban. Úgyhogy ez a teljes elvonulás és teljes falusi nyár, ami, amit én átélhettem kiskoromban, és akkor még nagyon élő volt ez a falu, nagyon sokan. Művelték a földet, tartottak állatokat, és például a szomszédban is egy ilyen nagyobb gazdaságot folytató család lakik, és én velük nagyon sokat jártam bárányokat legeltetni, meg Kanini maga is egy népviseletes asszony, úgyhogy a viselettel való kapcsolat az már itt elkezdődött. Ez rendben van, de miért akartad ezt megörökíteni? Olyan 14 vagy 15 éves lehettem, amikor a barátnőimmel kitaláltuk, hogy falu múzeumot fogunk alapítani. A múzeum meg így általában az értékgyűjtés az egyébként édesanyámtól jön, aki régészt, úgyhogy így félig meddig azért a, a múzeumokban is felnőhettem. És, és mi akkor körbejártuk a barátnőimmel a falut, minden házba becsöngettünk, és láttam a padlásokon gyönyörű, szép tulipános ládákat, drótozott tányérokat, meg akkor megismertem így jobban a falunak azt a részét, ami nem a közvetlen környezetem volt, és hirtelen így azt éreztem, hogy annyi érték van, amit így nap mint nap elveszítünk, ahogy mentek el ezek a nénik, ahogy már a templom után először még tizen mentek, aztán már csak ketten, most pedig már senki ö, nem megy igazából a viseletes asszonyok közül a templomba, és én úgy éreztem, hogy nekem ezt meg kell örökíteni, meg kell őrizni, mert annyira sok ö, jót és értékeset láttam benne. Kinek a számára akartad megőrizni? Először csak magadnak? Azt hiszem, hogy igen. Most is ugye már nem csak kis hanem olyan falvakba is járok, ahol semmilyen kapcsolatom nem volt korábban, de mégis valahogy ugyanezeket az élményeket élem át, amiket kiskoromban. Úgyhogy részben igen, részben pedig kezdettől fogva én ezt megosztottam a, a nagyvilággal, és nagyon örülök neki, hogy most már egyre nagyobb érdeklődés van erre, mert. Az online oldaladon, igen, ugye? Igen, de készítettem már korábban is egy könyvet, meg most is készülök egyet, vagyis már folyamatban van, és azt hiszem, hogy az a legjobb ebben, hogy mindenki valamiképpen kapcsolódni tud ehhez a világhoz, mert mert talán mindenkinek eszébe jut egy gyerekkori élmény a nagyinál, vagy amikor egy tanyán töltött egy nyarat egy nagynéninél, valahogy ö, ezek olyan erős élmények tudnak lenni, amikre így jó visszaemlékezni felnőttként is. Számomra az volt a nagyon fontos és nagyon szép, hogy mindig elmondod, hogy nem géppel a kezedbe mész oda először valakihez, hanem hanem megismerkedsz vele, kíváncsi vagy rá, a történetére, ő rá magára, a személyiségére, és utána jön csak a fotó. És az valószínű, azért olyan jók ezek a fotók, mert bennük vannak ezek a történetek. Hát talán ezért is nem vagyok olyan klasszikus fotóriporter, mert uh én mindenkihez, tényleg mindenkihez visszatérek, és valóban van, hogy első alkalommal nem is fényképezek, csak mondjuk második alkalommal, de akkor is biztosan lesz egy harmadik találkozás, amikor pedig a papírképeket viszem vissza, mert ezt is fontosnak tartom, hogy, hogy visszatükrözzem a számukra, hogy milyen értékesek és lássák magukat az idősek ezeken a képeken. És a történeteket is megosztod egyébként az oldaladon. Igen, ez kezdettől fogva így működik együtt, hogy, hogy nem csak egy kép van, hanem így sosem tudtam szó nélkül hagyni, és muszáj volt elmesélni, hogy, hogy Rózsi néni mit mondott, az egyik kedvenc mondatom volt tőle, hogy megmarad a hit, remény, szeretet, meg az akarat, és az akarat az, ami visz, és, és ezek a, az ilyen jelmondatok így uh, annyira bennem is mély nyomot hagynak, hogy ezt mindig úgy éreztem, hogy a fotókkal együtt muszáj megosztani másokkal is. Számomra hatalmas öröm egyébként, hogy mindketten <kül> nagyon fiatalok vagytok, és mindketten a vidéket gazdagítjátok. Tehát nem, nem, egy nagy város, hanem a vidéki emberek között éltek, ott, ott gyarapítjátok a, 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 magyarságot, és, és igazából olyan dolgot tettetek le az asztalra, ami egy kicsit a múltat, a természet szeretetét, a vidék szeretetét hozza vissza. Téged hogy fogadtak, Ferenc, ezzel a, a, az újfajta, idézőjelben újfajta, mert ugye, mint ahogy mondtad, de hát régen ez volt, így művelték, vagy hát igazából nem művelték a talajt. Sokan ö, kritizáltak, vagy mondták, hogy m -m, hát ebből nem lesz semmi? Hát minden úttörőnek nehéz. Hm. Zárt, hogy az, hogy a szabályzók nem ismerik a hatóságok, nem ismerik, vagy nem akarják elfogadni a vadászokkal nekünk óriási problémáink vannak. Tehát az, aki nem a, a helyben élő ember, is nem ebből él, hanem évente négyszer lemegy, és vadászni akar, ő neki az a lényeg, hogy minél több vad legyen. Bocsánat, nem mondtuk, egy somogyban vagyunk, Somogy, ugye? Igen, igen, igen. Éjszak-somogy. A somogyvár Vitya Puszta, illetve Puszta-Kovácsik között öregnek. És ö, ezért ez, ez nagyon nehéz volt. Volt is bennem egy töréskülönben, pont a a COVID előtt, amikor azt mondom, hogy föladom. Mert már annyira sok volt ez a, az ellen negatív hatás. Tehát De nem egy... a terméssel volt gond, és nem a földdel volt gond, hanem az emberekkel? Igen, igen. Hatósággal, vadásztársággal. Így van. És pont a, a családom az, aki nagyon támogat ebben. Tehát a, a feleségemet azt nem tudom annyiszor emlegetni, hogy mekkora támogatást ad a maga, hát most már szüleim nem élnek, de még ö, édesapám is agrármérnök volt, ő is azt mondta, hogy, hogy ö, ha ezt az utat akarom járni, akkor ezt kell járni. Tehát ö, mindegy, a kis közösségeknek az építése az nagyon sokat számít, és éppen az, hogy nekünk van egy egyesületünk is, az a talajmegújtó gazdák egyesülete, ami úgy szintén nagyon nagy ö, erőt ad az, hogy évente egyszer-kétszer találkozunk, és el tudjuk egymásnak mesélni azt, hogy mit, mit tapasztaltunk, mik a problémáink, és kisegítjük egymást. Tehát ez egy, ez egy akkora ö, érték szerintem, ami, amit a, az átlag emberek nem tudják. Tehát nem, nem tudnak ö, értékelni, pedig ö, szerintem mindennek ez lenne az alapja. Tehát a kicsiből indul a nagy. Egyébként a, a terméshozamok és a gazdálkodásod eredményei visszaigazolják, hogy jó úton mész? Mindig, a, tehát a folyamatban mindig az ember csinál hibát, mert nincs aki ez oda tudjon menni, megkérdezni. Tehát elgondol valamit az ember, próbálja, és akkor csinálja, és akkor ez vagy bejön, vagy nem. Tehát mindig vannak ö, olyan dolgok, amik, ö, amik ö, negatívan jönnek be, de tudja abból az ember, hogy akkor ez a kísérletem része volt, ezt ki tudom javítani. De összességében persze, hát akkor nem, nem lennék itt, mert akkor már csődbe mentünk volna a tavalyi év, ez az asszályos év nekünk nagyon jól bejött. Hát az, hogy most a, a terménypiac úgy alakult, hogy összeomlott és nem lehet eladni a terményeket, az most egy, egy másik része, de hogyha mi eladtuk volna a terményeinket, akkor az összes kísérletem és összes bukásom, amit én így összeszámoltam, az az úton az ahogy bejött volna. Tehát annyival többet tudtunk mi terményt realizálni. A nótilna pont ez a lényege. Tehát minél szárazabb, minél kitettebb vidékek vannak, annál hatékonyabb. Tehát minél nedvesebb a terület, ezt az amerikai YouTube farmerek is elmondják, akik minnesota gazdálkodnak, hogy elnézést kérnek, de őnek ki kell használni valamilyen eszközt, mert vizet kell párologtatniuk. Mert hogy annyi víz van a talajban, hogy nem tud akkor géppel belemenni, de nálunk sajnos nem ez az idő is. Nagyon, engem nagyon bántott például nyáron augusztusban Bugac környéken úgy csinálták az emberek a, a műveleteket, mint hogyha teljesen jó nedves évük lett volna. Tehát, Miközben hogy, nem az volt. Igen, hogy nem változtatnak volt rajta, száj. és nem gondolkoznak azon, hogy, hogy ez kéne váltani. Egyszerűbb azt mondani, hogy, hogy ez, ez furcsa szerzet, vagy bolond mint az, hogy elgondolkozni, hogy, vagy megkérdezni, hogy, hogyad hát hogy is csinálod. Na de azért én, én abban biztos vagyok, hogy a mostani díj az nagyon sokat fog segíteni abban, hogy egyre többen megismerjenek, mint ahogy egyébként Zsófi munkáját is, tehát mindkettőtöknek ez egy, szerintem ez egy nagy lökés lehet, te egy naptárt is hoztál nekünk amelyben szintén a palócfotók vannak. Görbeország? Igen, bár nem csak szűken palócföld, mert egy kicsit újraértelmeztem én ezt a mixet kölcsönzött szót, hogy Görbeország, és már nem csak szűken palócföldet értem alatta, hanem úgy Általában az eltűnőben lévő paraszti világot. Uh -huh. Most le, legyen az uh, vajdaságban, mert ugye oda is járok uh, fényképezni egy palóc gyökerű faluba, de vannak benne egyébként uh, erdélyi fotók is gyimes középlokról. Ami most előtted van az, az honnan? Ez, ez éppen uh, Rimócon készült, és nekem azért nagyon kedves ez a fotó, egy vetett egy látható rajta, mert nem egy tájházban vagy egy falumúzeumban járunk, hanem. Gyöngyi Bözsinél, egy közel 80 éves asszonynál, és igazából már többször jártam nála, amikor így kiderült, hogy neki van vetett ágya, mert neki ez olyan természetes volt, hogy ott van a a tiszta szobában, ugye, ahová nem lehet belépni, mert annak egy ünnepélyessége van. Úgyhogy ezt valahol ki kellett értemelni, hogy én ezt láthassam és lefényképezhessem. De minden oldalon lapozz egyet, légy szíves, és akkor nézzük meg a mondjuk, vagy válasz egyet, amit szeretsz, a legjobban szeretsz, <coughs> vagy a legjobban szeretettek között van. Mindegyiknél van egy Mondat is, egy idézet is. Igen, ahogy említettem is, hogy nem tudom szó nélkül hagyni a fotóimat, és nagyon sokszor hallok ilyen bölcsességeket az idősektől. Például ez egyébként a nagymamám konyhája kisecseten, és azt mm. írtam alá, hogy nehéz igazán élni, de jó. Ezt egy, egy idős 90 fölötti bácsitól hallottam, és ö, ezek a mondatok ilyen nagyon, nagyon mélyre mennek, és, ö, és nagyon elgondolkodtatnak. Úgyhogy ezért minden hónaphoz választottam egy, ö, egy ilyen mondatot, amit vagy az idősektől hallottam, vagy pedig így a közmondások gyűjteményében olvastam. Például a kupuszini ráncolt szoknyákhoz írtam azt, hogy a szép almákban is vannak savanyúk. Ez is azért szerintem egy kicsit elgondolkodható, és nem is szeretném ezeket magyarázni tovább, mert talán mindenkinek egy kicsit mást jelent a, a saját életére vonatkoztatva. Ugye sokat lehet tanulni? Ez biztos. Én, én leginkább talán azt tanultam meg az idősektől, hogy merjek lelassulni, mert hogy annyira felgyorsult világban élünk, és annyira sok inger ér, hogy igazán nem tudom megélni a pillanatokat. És amikor velük vagyok, akkor... Valamennyire egy ilyen időtlenséget élek meg szó szerint, mert eltelik három óra, és észre sem vettem, hogy, hogy már mondjuk a gyerekekért kellett volna mennem az óvodába. Uh, és valahogy, ahogy mondjuk ott ülünk a tornácon, és beszélgetünk, és rácsodálkozik arra, hogy milyen szépen süt a nap, pedig uh, mondjuk erre az almafára, pedig egész életében ezt az almafát nézte. Azt hiszem, hogy ezt így el lehet tanulni tőlük, hogy így a saját környezetünkben is meg tudjuk látni a szépet, és nem mindig valami, mindig valami újra vágyakozzunk. Mm, de szép gondolat. Ferenc, a, a Megmaradt bennem, hogy azt mondhat, hogy hogy ez az aszályos év is milyen jól sikerült. Tudjuk, hogy klímaváltozás zajlik, hogy egyre melegebb lesz nálunk, változik az időjárás, változik az évszakok összetettsége. Ez lehet a jövő? Mi a is a Mi is ezért kezdtük el csinálni. Uh -huh. Tehát vannak ö, olyan ö, időjárási anomáliák, amikben hátrányos. Tehát mondjuk 2021 20 21-20-21, amikor nagyon hideg tavasz volt, száraz hideg tavasz, és akkor utána két hét alatt meg átfordult, és akkor 40 fok lett. Ez pont a Nótűben növények lassan fejlődnek, éppen azért mére eresztett gyökereket fejlesztenek először, és hogyha mondjuk ilyen hideg, száraz idő van, és utána meg forróság, akkor nem tudja a vegetatív részét annyira kinevelni, hogy tudjon védekezni, tehát ez mondjuk negatívabb, de a amerre tartunk, vagy amit látunk 12-től, ez arra ez egy megoldás, igen. Sőt, és elég jó megoldás. olvastam, hogy nyilatkoztat, hogy még akár az ilyen porviharok is megelőzhetőek lennének. Hát ezek. Az, a, az, az első, ami látszik. Tehát éppen azért, hogy fedve van a talajunk, és változatossága változatossággal van fedve, nem kultúrs tehát nem egy fajta növényen, mondjuk, hogyha egy búzavet is látunk. Éppen ezért ez, ez meg, megvédi attól, hogy kiszáradjon, ezért a, Ekkével nem megyünk be, vagy munkaeszközökkel nem megyünk be, nem porosítjuk a talajt, nem lesznek kis frakciók, amiket a szél könnyen fel tud kapni, nem tudja fölkapni, mert hogy fedve van, nedves lesz, nincsen kipárolgás, bent tartjuk a talajba a, a nedvességet, tehát ez egy, ennek nincsen káros hatása. Tehát az emberek félnek attól, hogyha betakarják a talajt, akkor majd tavasztal hogy fogják uh -huh. ezt ö, eltüntetni és belevetni, Hát a nagy gazdaságokban, vagy most már közepes gazdaságokban mindenhol van olyan gép, amivel ezt meg tudnák oldani. Hát vagy az állatok? Az állat az kicsit más. Különben nekem is az állat az a nyugvást, tehát sokszor kimegyek így, hogy, hogyha feszült vagyok, vagy uh, túlpörög az ember, tehát mert annyi dolog van, az úgy is megvár, a baj mindig megvár. <laughs> és tehát azt elnézni, hogy az állatok ott legelnek, és hallja azt, hogy ahogy tépik le a füvet, meg az a nyugalom, az, az átszáll az embert, tehát egy fél-három-négy óra. Marhákat tartasz? Igen, szintén. angusz fajtákat. A, tehát most ezt ö, mi elkezdtük ö, ezt a szakaszos regeltet is, mi hogy ez a, a, a non plus ultra igazából ebbe a talajmegújításba. tehát az amerikaiak azt mérték ki, hogy sokkal nagyobb előrehaladást tudnak a talaj ö, regeneráció újraépülésébe hozni, hogyha az állatot is fölviszik. Igazából a prérinek a az állat eltartó képességet mutattuk be, hogy a csorda oda megy, és akkor lelegel és tovább megy, és akkor egy évig nem jön be, és ez pont az ember a saját módszereivel, villanypásztorai szakaszokkal imitálja, hogy neki könnyebb legyen. Az látszik nálunk, hogy már olyan talajéletünk van, hogy az állatok, hogyha letapossák a, a talaj, vagy a növényeket, mert igazából itt az a jó, hogyha legalább a legába fele megmarad. 40-50 százaléka a növényeknek megmarad, tehát nem eszi le arra az állat. De ezt, hogyha ő letapossa és érintkezik a talajjal, nálunk olyan mikrobiális élet van, illetve nincsen tél, hogy a, a baktériumok lelassuljanak. Tehát nálunk eltűnik most már ez a múlcs. Most erre megint egy újabb beruházást kell majd csinálnunk, tehát olyan ö, adaptert kell ö, vennünk majd, hogy a kalászokat letépje, és a szárát ott hagyja, hogy minél nagyobb szén-nitrogén arányunk le, tehát ne tudjon lebomlani olyan gyorsan a, a, a szár nálunk, tehát mi eljutottunk odáig, hogy nem kell segédanyagokat vásárolnunk ahhoz, hogy hogy a talaj életünk és a növényeink lebomoljanak. Az állat segít a gyomírtásban is, a gyomszabályozásban is így van, igen. És akkor így, így, alakul ki a teljes körforgás. Azt mondtad, hogy egyre kevesebben vannak, egyre kevesebben járnak a templomba, egyre kevesebbeknek van viselete, egyre kevesebbeknek van vetett ágya, mint amit mutattál is. Ö, akkor te most az utolsó pillanatokat örökíted meg, ez azért érdekes kérdés, mert pont egy ilyen néprajzi értesítőben olvastam az 1900-es évek elejéről, ahol szinte ugyanezt állapították meg, hogy hát a, a paraszti kultúrának a végnapjait éljük, és azóta eltelt száz év, és végül is mondhatjuk, hogy azért még találunk. De én úgy gondolom, hogy azért a 80-90 évesek generációja az, akik még igazán ebbe születtek bele mert az ő gyerekeiknek már volt lehetőségük mondjuk tovább tanulni, más szakmát szerezni, kiszakadtak abból a falusi közösségből, és itt nagyon tudok hozzá a, a kis közösségek erejéhez, hogy ez mennyire fontos az ember életében, és igazából a falvakban is mennyire felbomlottak már ezek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy valóban igen, most már a végnapjait éljük, de azért nem kell elszomorodni szerintem, mert... Tehát lesz, lesz munkád még <laughs> akkor, ugye sokáig? Én de nagyon remélem. bízom benne, hát az, azért be kell látni, hogy akik mondjuk hétköznap is viseletben járnak, ők, hát ők már nem sokáig lesznek. Eleve már most az utcán nem nagyon lehet találkozni ilyen asszonyokkal, de én azért megtalálom őket még így is. Viszont azt látom, hogy most a fiatalabb generációk is kezdik felismerni a hagyományoknak a közösségformáló erejét, és hogy milyen jó ezeket együtt megélni és csatlakozni az őseink által megélt szokásokhoz. Úgyhogy egy kicsit ilyen újjáéledését látom ennek az egésznek. Bár azért van különbség a között, hogy hogy, hogy, hogy öltözik föl valaki, aki tényleg az egész életét így élte, és, és hogyan veszi magára a ruhát. Az, aki bizonytalanabban, mert ugye itt nagyon fontos Szabályok vannak, van. hogy mit, mivel, mikor szabad viselni, de nagyon jó, hogy hogy egyre többen érdeklődnek ez iránt, és próbálják tovább élni. És nem csak magunkra ölteni a viseletet, hanem viselni is, mint ahogy a nevében is benne van. Még fiatal lánykoromban én Svábfaluból származom, hát a sokalsó szoknya, a, a surák, meg minden, amit magunkra raktunk, hát azt hordani és úgy tartani magad. Szóval ezzel be benne van sok minden, tehát maga a tartás szó is, és a viselés szó is benne van nagyon-nagyon pozitív kezdeményezéseket hallhattunk tőletek, amivel elnyertétek ezt a két díjat is, amit egyébként itt előttetek is látunk, a Highlights of Hungary díjakat. Én most záró kérdésként azt szeretném megtudni, hogy egymáshoz mit szóltok hogy Feri, te, te belelapoztál a naptárba, utána olvastál az ő munkásság, gondolom, hogy azért hallottad, amikor méltatták az ő munkásságát, Zsófinak a munkásságát. Te te, miként tekintesz rá? Téged megérintett valamilyen szinten? Természetesen most is sokkal jobb volt hallgatni őt, mint engem, tehát. Nem, ez nem. nem mind a ketten nagyon jók vagytok. Éppen az, hogy én nagyon bánom azt, hogy ö, mikor a nagyszüleim ö, meghaltak, vagy hát egy nagyszülőm volt a legutolsó, akivel sokat beszélgettünk, és ö, 18 éves volt, és utána mondtam azt, hogy még többet kellett volna kérdezni, és akkor már apu is mikor látszott, hogy beteg, akkor, akkor nagyon sokat beszélgettem vele. Éppen azért a fiamnak is mondtam, hogy beszélgess a papával, hogy hogy tudd meg azt, hogy hogy mi volt régen és hogy hogy mi hogy élt. Tehát azért nagyon sok mindent mesélnek, azt is, hogy a. Tehát nekünk például az nagyon nagy tartást adott, hogy a. A soha ne az embert ismert meg, hanem az eszmét, vagy hogyha tetszik az eszmé, akkor az embert ne akar megismerni. Tehát nálunk a felmenőben én polgári, vasutas polgári, katona, egyházi felmenők voltak, tehát ott azért a történelem elég jól megviselt a családot. Sok mindent hallottunk, és, és éppen ez az a régi múlt, a néviseletek különben négy hagyományok, azok el fognak tűnni csak skanzenben, vagy pedig néptánc közösségekben, fog fennmaradni. Én is próbálkoztam néptáncot, de a jövőnk nincsen múltunk nélkül. Tehát azt az egésznek ez az alapja, és hogyha amit a Zsófi, hogy felhasználja a technika vívmányait, és ezt megörökíti az utókornak, ezzel sokkal több mindent ér a társadalom számára, mint az, hogy, hogy mi mondjuk milyen élelmiszert fogunk előállítani, mert a kultúránk és a múltunk az a jelenünk és az a jövőnk. Hezt Akár szép végszó is lehetne, de nagyon kíváncsi vagyok ahhoz is, hogy Zsófi mit szól Ferencék kezdeményezéséhez. Én hallottam a Kökény Attilát, ö, ismertem az ő Facebook oldalát, és ö, egy kicsit én is szívügyemnek tartottam ezt az ügyet már régebb óta is. Ugye én is sok emberrel találkozom, aki mezőgazdasággal foglalkozik, úgyhogy én megszoktam őket kérdezni, hogy hallottak-e erről a módszerről, vagy erről az eszméről, és ö, kevesen ismerik, úgyhogy én azt gondolom, hogy még inkább elkötelezetten fogom majd ezt kérdezgetni, mert, mert én is úgy gondolom, hogy, hogy ez a jövő, és fontos ezzel is foglalkozni. Én is hírét viszem, mint ahogy most is tettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Highlights of Hungary két első helyezettje most itt volt nálam, ők pedig Mohos Zsófia, fotográfus, az ő Görbeország projektje, projektje nyert, illetve Berend Ferenc, aki a no -till gazdasága nyert el az elismerést az idei Highlights of Hungary díjazásokban. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. Köszönöm Mi köszönjük tőlem. a meghívást.